Ezt az éneket, amit most el fogunk énekelni, Nagy Tatám írta, Veres Ernőnek hívják, lelkipásztor volt, meghalt, és ezt az éneket ő hagyta hátra nekünk és a családja számára. Nagyon sokat énekeltük a nagy Veres családban, és amióta meghalt, azóta pedig a szűk családi körben énekeljük minden szent este. Betlehemi mezőn felett angyal kórus zengéneket, mert ma Mesiás született, pásztorok siessetek. Jászolj bölcsön, benne az üdvözítő. Jászolj bölcsön, benne az üdvözítő. Betlehem jászola előtt, áldjuk, imádjuk mi is őt. Azt kértünk a földre jött, Jézust az üdvözítőt. Jászolj bölcsön, benne az üdvözítőt. Jászolj bölcsön, benne az üdvözítőt. Betlehem jászol a helyet, Jézus foglald el szívemet, adj te nekem új életet, örömet, békességet. Szívem rád vár, Úr Jézus dicső király, szívem rád vár, Úr Jézus dicső király. A Székelyudvarhelyen élő budai családban nem csak hatan vannak. Ott van a nagy család több mint százan, akiknek gondjukat viselik. Nem csak karácsonykor figyelnek kicsikre, nagyokra, betegekre, elhagyottakra. Jézus nem csak karácsonykor él szívükben, hanem valóságnak élik meg mindennapjaikban. A kisdet születése áthatja egész életüket, és ezt sugározzák a gyülekezetnek is. Budai Lajos, baptista lelkipásztor, felesége Evódia, a Barnapás alapítvány vezetője. A karácsonyváráskor a gyülekezetben pesgőbb az élet. A gyerekkórus a karácsonyi énekeket próbálja, közben a lelkipásztor feleség a sérültekkel és hozzátartozóikkal találkozik, a Biblia óra is az irgalmasság témaköré épül. A gyerekek Dániel, Pálma, Máté és Kamilla együtt szolgálnak a szüleikkel. Ez náluk életforma. Nekünk volt egy nagy alapelv, hogy együtt szolgálni. Tehát akkor a család is együtt van. Tehát én akár kicsi babával is, négy kicsi gyerekkel is, mindig igyekeztem a férjemmel menni. Nem csak karácsonykor, hanem táborokba, nyáron, mindenhova. Hát nekünk óriási áldás lett így a családnak. Tehát az, hogy szolgáltunk, az nem szétforgácsolt minket, hanem összekovácsolt, mert mindig együtt küszködtünk, együtt örültünk a szolgálat nyomán, a gyümölcsöknek, kicsi koruktól látva azt a gyermekeink, hogy mit jelent, hogy jobb adni, mint kapni, ez a családunkat csak összekovácsolta. Tehát mi nem éltük azt meg, hogy a szolgálat miatt a családunk háttérbe került volna, de ez az is kellett, hogy a férjem nagyon családcentrikus szerintem, ez sokat jelent, hogyha a férfi, hogyha neki fontos a család, a szolgálat mellett, hogyha odafigyel külön ránk. Mitől szép a karácsony? Mitől szép, Kamilla? Hát attól is, mert karácsonyfát díszítünk, attól is. Meg attól is, hogy Jézus születését ünnepeljük. Neked? Nekem az ajándékozás, meg nekem is a Jézus születése. Én szeretem, hogy a karácsonykor van hó, és nagyon szeretem az istentiszteleteket, amikor a gyerekekkel szolgálunk. Nekem az mindig olyan felemelő.
A gyülekezet Tomorrow gyerekklubjának az énekcsoportja a békési Lisztes Piroska zenetanárnővel és Lőrinc Előd oktatóval készül a karácsonyi szolgálatra. Több mint 20 gyerek gyakorolja a dalokat, hogy majd a szülőket is megörvendeztessék. A lelkükben megszületik a kis Jézus. Az a karácsonynak az igazi lényege, hogy a szeretet megnyilvánuljon ugye a családunkba, és akkor mindenki azon foglalatoskodik azelőtt, hogy kifejezze a szeretetét egymás iránt. És hogy, akkor ilyenkor még nyilvánul meg? Hát ugye van az ajándékozás, amit már mondtunk, meg olyankor jobban figyelünk egymásra, ugye a családra is, hogy a hangulat meglegyen jobban. Vacsoránál is, már édesen is, akkor mindig olyanokat készít nekünk, amit szeretünk, vagyis máskor is csak, akkor úgy különösképpen mindenkinek elkészíti azt, amit szeret. Annyi félét főz? Hát igen. Meg használsz nekünk mandarint. Igen, meg én például akkor tudtam a legjobban örülni, hogyha például valamit kérek karácsonyra az angyaltól, és azt meghozza, és akkor mindig édesanyjának, vagy az édesapának megölelem. Egy ajándék annyit ér, amennyi szeretettel adják. Nem az ajándék értéke számít, mondják a gyerekek, bár cinkosan gyűjtik zseppénzüket, hogy a szülőknek meglepetést okozzanak, de egymást is megajándékozzák. Nem tudom. De vagyis az egy csak egy sős. Azt, hogy milyen... Hát megpróbáljuk a tálalatot, nem tudom. Hát, ez az, amit egy... Budai Lajos lelkipásztor a Biblia órán az irgalmas szamaritánus történetét olvassa fel. Kérdése az, hogy kiket vagyunk hajlamosak elkerülni az életben, miről kell lemondanunk, ha segíteni akarunk másokon, akár karácsonykor is, illetve konkrétan ismerünk-e valakit, akit most meg kell keresnünk, hogy segítsünk a gyógyulásában. A Biblia óra előtt a lelkipásztor feleség a sérültekkel és hozzátartozóikkal találkozik. Kis csoport még alakulóban van, de meghitt pillanatokat élnek át. Itt most egy része van azoknak a személyeknek, akik a Barnabás házban együtt szoktunk táborozni nyaranta. Vannak közöttünk mozgássérült személyek, és vannak közöttünk olyanok, akiknek a gyermekeik sérültek. Úgyhogy ez egy ilyen vegyes csoport lesz a tea délutánon havonta, akik terhet hordozunk, köveket hordozunk, és itt valahogy az ilyen alkalmon szeretném mindig, hogyha ezt a követ letennénk, és virágot vinnénk haza. Szembesülünk itt olyan teherrel, hogy a saját nyomorúságunk, kinek fizikai, kinek még anyagi is, és nem beszélve a családi háttérről.
De van olyan is, hogy nem mi, hanem a családtagunk, vagy hozzátartozunk szenved, és ezt néha nagyon-nagyon nehéz megélni. Játéknak tűnik, de a valóságról, a szenvedések elengedéséről szól. Egy követ vesznek ki a kosárból és egy virágot. A kő azt a nehézséget szimbolizálja, amit le kell tenni karácsony előtt. A lelkipásztor feleség édesanyja is jelen van a találkozón. Az ő elhunyt, sérült Barnabás fia álmodta meg annak idején a róla elnevezett alapítványt. Itt nyaranként a mozgássérültek tartózkodnak. Veres Anna, a mindenki Anuska nénie, férje, a tábor alapító Veres Ernő lelkipásztor szellemét is felidézi, bár elveszítését nem tekinti nehézkőnek. Most, amikor a követ látom, arra gondolok, hogy a köveket nem kerülhetjük el, útunkba esnek, de a köveken át lehet lépni, vagy félretenni az útból. Gyakran vannak nehézségeink, akudalmaink, és most úgy gondolok erre a karácsonyra, hogy nem leteszek minden akudalmat, nem fogok gondolkodni, hogy is lesz, mint is lesz, mert egyre inkább ez foglalkoztat. Vajon eljönnek-e azok, akiket hívtam karácsonyra? Árvák, szegények, olyanokat, egyedül valók. Tehát ez a kő, ezt most leteszem és rábízom az Úrra. A tulajdonságaim közül szerintem azt tenném le, hogy ne legyek indulatos, ez az egyik. És a másik pedig az, hogy nem mondjam ki olyan hamar a véleményemet. És ez tulajdonképpen ez is belefoglalja, de hogy máskor is, amikor nem vagyok indulatos, amit kit gondolok, azt már mondom is. Mert lehet, hogy nem indulatból, csak úgy kimondom. És ez sokszor nem jó. Hát azt, hogy túl hamar érzékenyülök, és hát na, még az ilyen kicsi semmiségeken is kiakadok, és akkor nincs olyan nagyon könnyű. Van olyan, hogy nehéz valakit szeretni? Persze. Igen. Van. Hogyha valami veszekedés van a közöttünk, vele Kamila, és én köztem. Hát úgy nehéz szeretni, hogyha nem egyezik úgy a véleményetek? Igen, a véleményünk, hogy vagy úgy, hogy találunk benne valami olyan rosszat, amit mutattok, hogy nagyon-nagyon rossz, és nem nagyon szeretjük így az emberek. Örvend világ az Úr lejött, fogadva nagy királyt, szíved kitárt, várt készen őt, és zeng most glóriát, zengítől glóriát, és zengítzeng most glóriát. Jézus az Úr, a megváltó, harsogjon énekünk, patak és rét, hegy, völgy és tó, zeng át ma örömünk, zeng ma nagy örömünk, zeng át nagy örömünk. Fenségesen uralkodik a nemzetek fölött, igazsága, szeretete, kegyelme végtelen, irgalma végtelen, az ő kegyelme végtelen. Hát a glória az végülis a szentséget jelképezi, ugye? És karácsonykor a Jézus születését ünnepeljük, tehát a glória és a Jézus az végül is a szentség, a glória a szentséget, szóval a Jézus szentségét jelképezi, ugyanúgy az angyalok szentségét. Minden karácsonykor arra emlékezünk, hogy valaki minket megváltoztatott, és hogy ez a változás egy életre szóló változás volt. Egy... Lehet, mert csillag félig.
ha jól tudom, nagy családban születtetek, vagy nőttetek fel mind a ketten, és annak már megvolt a hangulata, a karácsonyi hangulat. Hogy tudtátok ezt a gyerekeknek továbbadni? Hát nekem az volt az nagyon emlékezetes, hogy Baróton mindig elmentünk az imaházba karácsony estén, azután pedig édesanyám, mire ugye hazakerültünk, elbúcsúztunk a barátoktól, arra már meg volt terítve az asztal, nagyon gazdagon ellátott. Nálunk is az volt, hogy meg volt kérdezve, hogy ki mit szeretne, az el volt készítve karácsony estére, és akkor következett az ajándékozás, édesapám felolvasta a Bibliából a történetet, elénekeltük együtt a csendesét, vagy egy másik éneket, amit nagyon szerettünk, a Csillagvilágos téli este van, amit ott Baróton tanultunk meg, és ugye az külön családi énekünk lett, és aztán következett az ajándékozás. Na hát ezt mi kis változtatással pontosan így csináljuk a mi családunkban is, és érdekes módon, hogy minket is a Jóisten a lelkipásztori szolgálatba használ föl. A mi gyerekeink is úgy vannak, hogy miután megvolt a családi alkalom, azután mennek másoknak énekelni. Ez a mi gyerekkorunkban is így volt. Megszületett a megváltó, Jézus Krisztus, Isten fia. Jaj, de nagyon régen voltunk, Jézus szeret téged és engem, ezért halt meg a kereszten. Ő vett el a bűneimet, ez ma is igaz, nem csak régen. Egy valami nem változott meg, ő még most is él. Feltámadt a halálból, Jézus Krisztus él. Úgy örülök, hogy Jézus eljött, nem kell félnem, mert szeretem őt. Úgy örülök, hogy Jézus eljött, nem kell félnem, mert szeretem őt. Egy valami nem változott meg, ő még most is él. Feltámadt a halálból, Jézus Krisztus él. Úgy örülök, hogy Jézus eljött, nem kell félnem, mert szeretem őt. Úgy örülök, hogy Jézus eljött, nem kell félnem, mert szeretem őt, szeretem őt. Ami nagyon emlékezetes számomra, hogy minden családi áhítat után édesapám a családdal elment valahova énekelni. És általában ezek szegények voltak, vagy akikre nem gondolt senki. Ez úgy kicsi koromtól megmaradt vágyként bennem, hogy karácsonykor nagyon figyeljünk oda a magányosokra, a szegényekre. És ezt olyan érdekes, hogy példával tudjuk legjobban átadni. Tehát ezt úgy a gyerekeink észrevétlenül, ezt a szükséget látják, minden karácsonyban van legalább egy valaki, aki árva, vagy magányos az asztalunknál, tehát ez is egy hagyomány lett. Nekünk nem mindig sikerül elmennünk, de a szenteste a vacsoránál általában van nálunk egy plusz személy. A tavaly például a hajléktalan szállót látogattuk meg az ifjúsággal itt a gyülekezetből. Attól függetlenül máskor szoktunk, szóval ez egy bevett szokás, hogy megyünk kántálni karácsonykor. Így meglátogatunk szegényebb családokat, a kórházba is sokszor megyünk megénekelni a betegeket, az akkori betegeket, és örömet próbálunk vinni karácsonykor, mivel az a szeretet ünnepe. De ugyanígy ezt próbáljuk tenni az év más időszakaiban is. Jézus, örömet hallja mennek, megszülettél, mint gyermek, csillagod úgy ragyó. Sírtál, amikor megszülettél, hozzánk hasonló lettél, anyukád. Jézus, hogy engem megkeressél, ajánlsz a
karácsony az Úr Jézus Krisztus születésének az ünnepe, ezt ki kell mondani, és ezt hirdetni kell, és ugye születésnapot ünneplünk, és nagyon furcsa volna az, hogyha elmegyünk valahova születésnapot ünnepelni, és pont az ünnepelt nem kap ajándékot. És ugye mi most egymást ajándékozzuk, és ez egy nagyon szép és jó dolog, de az ünnepeltnek, Jézus Krisztusnak is kell ajándék. És neki a legnagyobb ajándék az, ha az ember az életét nyitja meg előtte. Egyik kedvenc történetem a Bibliából Mária és Márta. Ugye Mária az, aki a jobbik részt választotta, Márta az, aki jó részt választott, mert sürgőt forgott a konyhán, és mindent meg szeretett volna teremteni Jézusnak, mint vendégnek. És igazából az a gondolat van bennem most karácsony előtt, hogy mindannyiunkban van egy Márta és egy Mária. És mindkettő a Jézus barátja, de tanuljuk meg, hogy a jobbik részt válasszuk először, és hogy a fontossági sorrend a titka mindennek. Hogy karácsonykor is, hogyha látjuk azt az egy-két nagyon fontos dolgot, a többi a ráadásként megadatik, s ha valami elmarad, nem lesz baj. Ha az a legfontosabb, az egy, az Istennel való élmény, közösség megvan, akkor a többi is megvan. Családban, közösségben. Ezt kívánom minden nézőnek. Don't leave.